A kontinens legrangosabb cselgáncs versenyét rendezték Pakson a junior korcsoportban. A 29. nemzetközi OTP Bank Európa kupának helyszíne az Ase sportcsarnok volt, ahol két napon keresztül küzdött 24 ország 407 judokája. Az idei versenyen változtattak a lebonyolítás menetén, a szervezők eurókomforttá tették az eseményt. A csarnokban csak a versenyzők vannak, fönt a lelátón a edzők, szurkolók, és hát megcsináltuk a felkészülőket, hogy két felkészülő áll már a szőnyek szélén, tehát különböző tatamikon, és akkor, amikor azt mondják, hogy egyes szőnyeg lejön, egyet csúsznak arrébb, amivel szintén meggyorsítjuk azt, hogy a hamarabb szőnyegre kerüljön, ne legyen állásidő, ne legyen az, hogy mire elgyalogolod, mire lemérik a ruháját. Megy, reméljük, hogy rövidítünk a verseny idején, ami mindenkinek az érdeke, mert senki nem szeret este 8-ig a csarnokba lenni, akkor vannak a sérülések, a fáradtság, és akkor így ezeket próbáljuk kiküszöbölni. A szervezők a verseny helyszínén, illetve a Rákóczi Ferenc általános iskolában gondoskodtak bemelegítési lehetőségről. Bor Barnával, a paksiak kiválóságával ezúttal nem mint versenyzővel beszélgettünk. Ő, aki korábban szintén szép sikereket ért el juniorként az atomkupákon is, ezúttal a szervezők és a paksi judósok munkáját segítette. Nagyon sok ügyes paksi van, de itt van a Pupréka, Polgár Luca, Bognár Péter. Én azt gondolom, hogy hát én lelkem szerint, meg én azt gondolom, hogy tudásuk szerint azért minél többet tudnak meccselni. Hát igazából a Réka kiemelkedő, meg a Luca, ők éremre esélyesek, hát meglátjuk majd, hogy mit tudnak alakítani. Ilyenkor tudod-e segíteni esetleg itt a fiatalokat, igénylik-e, oda mennek-e hozzád, vagy te oda mész és mondasz-e nekik különböző tanácsokat, hogy mit csináljanak mondjuk a verseny közben? Persze, én azért mindig próbálok segíteni, mert nekem is, hogyha én is emlékszem, amikor fiatal voltam, az nekem is azért a Kovács Antaltól egy atyai jó tanács, az mindig jól esett, vagy a Braun Ákostól, úgyhogy én azért ezt próbálom ezt én is továbbvinni, ez nekik is azért jól esik. Meg hát az a segítség, és akkor látják azért, hogy foglalkozik vele egy komolyabb versenyző. Úgyhogy hát azért szerintem ezért dob rajtuk azért. Barna természetesen a szervezői feladatok mellett számos versenyen is részt vesz, legyen az világkupa vagy Grand Prix, ugyanis már tart a pontgyűjtés a kvalifikációs sorozatban, ráadásul közeleg a VB időpontja is. Már elkezdődött a kvalifikáció, azért már benne vagyunk, túl vagyunk három versenyen és négy edzőtáboron. Van bronzérmem, van egy Grand Prix 5., meg most ez nem úgy sikerült, ez a verseny, itt kiestem, de hát sok a tábor, készülünk, és a Cseljabinszki világbajnokság, ami augusztus végén lesz, arra gőzerővel készülünk. A 29. nemzetközi OTP Bank Európa kupán Törökország volt a legeredményesebb, megelőzve Ukrajnát és Magyarországot. A paksiak közül Pupréka és Ohát Zalán a harmadik, míg Bognár Péter a hetedik helyen végzett.